Kellemes napot kívánok, ez itt a Bizsu TV velem és Hennivel, most már ne menjenek sehova, ha pisilni kell, tartsák vissza, remélem már ettek, mert ha velünk tartanak kajára, már nem marad pénzük. Ma egy igazán egyedi ékszerrel kezdünk, nézzék az élőképet, igen, íme, jól látják, ez egy Buddha könyöke medál, mely egyenesen Tibetből érkezett hozzánk, és még a Dalai Láma is megáldotta. Vigyázz, Tomi, a Dalai Láma 59 óta nem volt Tibetben. A Dalai Láma csak ezért szökött át a határon, hogy megáldja és megáldja vissza Amerikába. Indiába. Igen, mint hiába, mert elkapták, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ebből a Buddha könyöke medálból mindössze egy darab készült. Hogy lehet, hogy mégis 60 darabot árulunk? Mert amikor a Dalai Láma rátette a kezét, egyszer csak villámok csaptak le az égből, hirtelen Buddha arca kezdett kirajzolódni az Alpok lejtőin. Himalája. Igen, Himalája, de van belőle nőstény is, nem ez a lényeg. Majd az arc megszólalt és azt mondta, Tankacsuk Miki csaptele, ami azt jelenti, ne csak egy hülye vegye meg, van ott több is, és hirtelen 60 darab lett belőle. De most Henny bemutatja a másik ajánlatunkat, ezt a fantasztikus, álomszép, arannyal futtatott gyűrűt. Henny, mi jut eszedbe arról, hogy arannyal futtatott? Az első főnököm aranyzolcsán. Ő futtatott, még nem találtam rendes állást. Na, de nézzük ezt a gyűrűt, ami ugyan arannyal futtatott, de a benne lévő kő már eredeti gyémánt utánzott, ami, mint tudjuk, sokkal időtállóbb, mint az eredeti, mert azt lopják, mint az állat. Ezt meg, ha letesszük a Hős utca sarkán a járdára, még akkor is ott lesz, amikor a hélőstökös már kétszer visszatért. Ne felejtjék, ezt Európában még sehol nem lehet kapni, csak nálunk. Ráadásul bevezető áron, ami azt jelenti, hogy ha hívnak minket, keresi kollégánkat bevezető áron. 200 darabot kaptunk összesen, és mostantól lehet telefonálni. És ahogy látom, már csak egy darab maradt. Pedig még csak az eredeti árat írtuk ki, ami 1.290.000 forint. Az utolsó vásárlónak oda fogjuk adni, hihetetlenül kedvezményes áron, 6.990 forintért. Úristen, ezt nem hiszem el. Én sem, de a néző igen, mert már is 234-en hívnak minket, és már csak egy darab van a Buddha könyökéből. Pedig kettő volt neki. Nekünk viszont 200, de elvitték, mint a szomszédot a készenléti rendőrség, ám egy darab még mindig van. Érdekes, hogy most pont nem hív senki, addig nézzük, mi van a Henninél, ha jól látom, egy drága kő, ugye? Igen, igen, ez egy nagyon drága kő, ahhoz képest, hogy a Dunaparton szedtük össze a bevezető ára. 7000 forint, és sehol a világon nem kapható, de mi most önöknek 4500 forint helyett 4893 forintért kínáljuk ezt a fantasztikus ametiszt hatású színaranyra emlékeztető. Te, Tomi, ez mitől ilyen büdös? Húha, nem tisztították le a kollégák. Egy különlegesen természetes illatú ékszer hatású futtatott rézre emlékeztető gyémántszerű medál. Nézzék, milyen szépen csillog, ragyog Ildikó kezében. Henny vagyok. Látják, én zavarodtam, annyira szép, ellentétben Hennyvel. És ha most telefonálnak, akkor ajándékban megkapják mellé azt az egy darab Buddha könyökét, amiből most hirtelen megint 176 darab van. És ez még mind semmi. Tényleg az. Na, de mit látok, Henny, nyakán? Ja, bocs, tegnap kicsit elvadult a cica. Henny, Henny, milyen meglepetést hoztál még? Ja, hát ezt a sült halat ábrázoló színarany hatású ezüst jellegű medált, ami már most fogy, pedig még nem is ismertettük. El is fogyott. Mennyien hívnak minket most? Ennyi ember nincs is Magyarországon. Biztos Angliából hívnak. Hát azok csak nem ekkora hülyék. És itt ez a futtatott gyémántokkal teli medál és egy másik ezüstösen csillogó, de fehér arany hatású Kati nénét ábrázoló medál. Mit medál? Medállok, medállok! És ha piros a lámpa, én is medállok. Hívjanak bátran a medálból és Tomi humorából már nem sok van. És itt van ez a zafír hatású drágakő. Nem hiszem el, úristen, egy újabb drágakő? Igen, mert az akciósan vásárló hölgyeknek jó lenne a Bizsu is, de nekik a drága kő. Hát ez nagyon jó.
Már csak mínusz 340 darab van belül, ami azt jelenti, hogy aki szeretné megvenni tőlünk, az először hozza be raktárra, mert nagyon fogy. És ebben a pillanatban jelezték kollégáim, hogy megkaptuk az engedélyt a Dalai Lámától, hogy eladhatjuk a Buddha könyöke medált, amelyet maga Buddha sokszorosított, és még egy lompocsa is megáldott. Rinpocsa. Igen, hát, hogy Rinpocsa, azt nem tudom, de biztos magasrangú ember, mert Butánban mindenki köszön neki. Henny, tudod-e, mi Bután fővárosa? Propán-Bután! Nagyon jó vagyok ma. Jó, ez csak egy vicc volt. Viszont az már nem vicc, hogy a Buddha könyöke medál induló ára 266 millió 510 százezer trillió billió 4 forint, ami most önöknek 3990 forintba fog kerülni, és ajándékba adunk hozzá még egy fülbevalót, valamint egy könyvet, melynek címe Hogyan hülyüljünk tovább, ha még nem vettünk meg mindent a Bizsú TV-től. Közben szeretném felhívni a figyelmet. De nem tudod, mert nincs meg a száma, igaz? Most már befoghatnád a pofádat. Szóval felhívom a figyelmet, hogy már ne telefonáljanak, mert mind mindent eladtunk, még azt a telefont is, amin fogadjuk a hívásaikat. De van itt még egy karikagyűrű. Ha valaki eljön ért a stúdióba, akkor megveheti. De mucikám, ez az eljegyzési gyűrünk, 500 ezerért vettem neked. Ezt a bizony, nincs is benne fémjár. Miért? Ne hülyeskedjél már, mutasd. Rohadt csalódott!